Igen, már jó napot kívánok! Nem fogja elhinni, üdvözlöm! Szeretnénk egy kis lóvét, és szeretnénk lerázni az egész bankrendszert. A Györgyike ügyében szeretnék kifizetni. Megkérdezzék, honnan van a lóvé, most itt készülünk, hogy szeretnénk kifizetni. Jó, hogy meg kell nézni, mennyi az ő tartozása, és akkor szeretnénk. Megvárjuk, jó? Nyilván mi vagyunk itt vele, ő náluk van a pénz, úgyhogy azért ennyi pénz, csak nem fogunk egyedül, nem szállodálhat itt a papírzacskójában. Ez vagy. Tisztelte kérem, hogy oldjuk meg azt, hogy hatalmi, jó? Na jó, akkor tegyünk. Jó. Megyünk. Akkor oda. Györgyike, gyere, légy szíves ide! Majd utána. Pénzszállító. Ide kell, jön már oda. Ide álljatok, menjünk oda. Marika. Én még ilyet nem is hallottam. Nem kell a pénz. Ékországer. Hello! Na, akkor így nagyjából látjuk, itt áll mögöttünk ezt a kreditban. És úgy döntöttünk, hogy szereztünk egy kis pénzt, senkinek kérdezze honnan van, és először is Györgyike tartozását szerettük volna kifizetni, mint az otthonvédelem egyik nagy alakjáét először. Bejöttünk ide, itt volt a táskába a pénz, ugye tudjuk, hogy nem kis összegről van szó, mondhatok nagyságrendet legalább? Tehát, hogy ilyen közel 300 millió forintra rúg most a legutóbbi adatok szerint az ő tartozása, és azt mondták, hogy mivel ő nem adós, csak adóstárs, ezért ő nem tud rendelkezni a számláról, tehát nem tudja befizetni, csak akkor, hogyha hozza magával a számlaszámot. Volt áll a személyigazolvány száma, a személyigazolványa, látja a bank, hogy ő adóstárs ebben az ügyletben, de nem fizetheti ki az összeget, mert hogy nem mondhatják meg, mennyi a tartozás, csak az adósnak. És az, a számlaszámot sem adhatják ki, és mi mondtuk, hogy semmi probléma, egy nagyjábuli összeget befizetünk, de amíg a számlaszámot nem tudjuk, még ha a hitelszámot tudtuk is, akkor nem fizethette ki, úgyhogy dolga vészegezetlenül jöttünk el. Lehet, hogy ez az azért egy jó adó lesz majd a kezünkben, hogy az adóstárs az nem rendelkezhet a hitellel kapcsolatban, nem szabadulhat meg úgy, hogy ki tudja fizetni, de cserébe végrehajthatják. Csak, de nem is fizethet. Tehát nem is tud fizetni. Úgyhogy nem értjük, hogy akkor milyen alapon indítanak végrehajtást, és milyen alapon vennék el az ő vagyonát és az ő házát, hiszen nem tudta kifizetni. Úgyhogy szerintem Györgyikét mentesítettük egy életre ennek a tartozásnak a kifizetésétől. Hát ezt nem hiszem, hogy ezt tudsz meg. Úgyhogy igen, ott pedig vannak ezek a mindenféle jó szlogennek, amivel továbbra is próbálják az embereket behúzni ebbe a csőbe. Lakásvásárláskor fontos a tisztállás. Mennünk kell a következő helyre, ahol majd meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenkit arra biztatunk, hogy szerezzen pénzt, mindegy milyen helyről. Nem is érdekelte őket, mondtuk, hogy ne kérdezzék, honnan van a pénz, azonnal nem érdekli őket, csak fizessük be. Majd kiderült, hogy nem fizethetjük be. Mennyit, legalább fél órát benn voltunk, vagy még többet is a sötét szobában. Minden majd érzés kapta. És Györgyike ideges volt. De a bankbiztonság is ideges volt, és a fiókvezető is még egy ember ott volt velünk. Nem értjük, hogy mi van, mi is értetlenül állunk a dolog előtt. Szerintem nem is kell nekik ez a pénzt. Nem kell, szerintem. Nem akarják ők. Nem akarják. Nem akarják. A profikra bírdom a pénzem. Ah. Nem ezekre mi? Nem. Hát akkor mi is bízunk ezt a pénzt majd a profikra, tehát semmi. Nem másra.